Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves idősek és kedves fiatalok, akár itt lent, akár fönt foglaltok helyet. Nyissuk meg a mi Bibliánkat és olvassuk az igét a mai estén is, ahogy tenni szoktuk ilyenkor. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második leveléből, tehát Pál második korintusi leveléből, a negyedik fejezetből olvasom az igéket, a negyedik fejezet első versét, majd a negyedik fejezet első verse után a 16., a 17. és a 18. verset. Nem jelenti ez azt, hogy nem fogunk még visszatérni szakaszokra magából a negyedik fejezetből, de az első és az utolsó három verset olvassuk alapigeként. Annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. 16. vers. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. Mert ami pillanatnyi, könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy, örök dicsőséget szereznékünk. Mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ha azt kérdezik tőlünk, hogy a hitnek egy definícióját mondjuk el, mit jelent az, hogy hit, és talán már kikerüljük azokat a nem elég pontos definíciókat, amik mondjuk bizonyos dogmákat határoznak meg az élő hit jelentéseként, akkor azt mondhatjuk, hogy a hit az tulajdonképpen egy olyan szemüveg, amivel látjuk azt, amit Isten lát, látjuk azt, amit hit nélkül nem látunk bizonyos helyzetekben. Előnyben vannak tehát a szemüvegesek. Azok, akiknek ez a szemüvegük van. Ugyanis ez a látás segít nekünk abban, amit akár Elizeus egy ókori történetéről olvashatunk, amikor mindenki csak a seregeket látta, amik körülveszik a várost, emlékeztek? Elizeuson pedig rajta volt az a hit látás, az a hit szemüveg, hogy látta, hogy a város körül, a hegyeken, az Isten angyalai seregekkel, lovagokkal, ahogy ezt emberi formában Isten ott így fejezte ki az ő hatalmát, igyekezett megmutatni. Tehát hit által az ember, amikor mindenki más csak azt látja, ami látható, a baj, az ijedelem, a veszteség, a kár, a kudarc, mindaz, ami miatt el lehet keseredni, meg lehet szomorodni, vagy hogyan is volt itt az ige versben, az első és a 16. versben az a kifejezés, amit az apostol használ. Ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. A csüggedés, amire az Isten válasza a hitnek az a látása, ami nem azzal számol, ami van, hanem azzal számol, ami lehetne, azzal számol, amire az Isten képes, és ilyen módon az ember mindig többet lát ebből a világból, mint ami az emberi világ, mindig látja azt, amit az Isten mutat meg, amit az Isten megoldása, az Isten ereje, szeretete, hatalma, bölcsessége képes egy-egy helyzetből kihozni. Hát már is azt mondhatjuk, hogy ide nekünk ezt a szemüveget, nem? Az elmúlt héten az ember visszagondol a bizonyos tanulmányaim miatt, ugye, amit most itt az ATF-en, a masterképzésen kell végeznem, egyébként mindenkinek javaslom, menjetek el, ti is tanuljátok, érdemes beiratkozni. Szóval egy lelki naplót kell vezetnem. Szoktatok lelki naplót vezetni, biztos ti is. És akkor leírjátok azt, hogy 6 óra, 30 perc, olvasás, imádkozás, mivel telt, olvasol egy fejezetet, mondjuk Ellen White, most mondom az eheti naplómat, Nevelés című könyv, egy kétoldalas fejezete, utána egy fejezet a Bibliából, most éppen a 11. Zsoltár kapcsolódott ehhez, utána mi az, ami megszólított engem ebből? Nem valami, amit én is pont így gondolom, hanem ami most úgy hatott rám, mondok egy ilyen gondolatot, amikor olvastam egy ilyen gondolatot a White könyvből, hogy az ember bármilyen csüggett pillanatában, hitáltal tudja érzékelni az Istennek azt az erejét és azt a hatalmát, ami ott rendelkezésre áll. És akkor odaírod ezt a kis lelki gondolatot, arra a napra az neked egy mottód, hogy viszed magaddal, hogy feltette az Isten azt a szemüveget rád, hogy, bocsánat, hogy ezen keresztül lásd
a te napodat, lásd az embereket. És amikor aztán odaírtam a végére, hogy miért imádkoztam aznap, akkor bizony oda kellett írnom, hogy hát jócskán volt okom elkeseredni, jócskán el is keseredtem, mert ugye az ok az nem mindig azért magyarázat arra, hogy el is keseredünk, de én el is keseredtem, láttam viszályt, ellenségeskedést, ellenállást, szeretetlenséget, stb. Lehet, hogy egy részben én voltam az oka, ugye ezért imádkoztam, más részben tapasztaltam ezt, ezért nagyon elkeserített, nagyon elszabadított. Istenem, mire jó ez a szolgálat, hogyha az ember csak ennyit tud elérni, hogyha csak ezt kapja válaszként, fizetségként. Sajnáltam egy kicsit magamat, ismeritek, mitől lehet jól elcsüggedni? Sajnálja az ember egy kicsit magát? Attól biztos, hogy el fogsz csüggedni. És az apostol erre mondja azt, hogy amikor viszont megérted azt, amit a 18. versben hogy mondta, mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ki az a láthatatlan, akire a leginkább nézhetünk? Ki az a láthatatlan Jézus Krisztus, a mennyei Atya? A vigasztaló, tanácsadó, feddő, intő Szentlélek? Ők azok, akik mindig adnak egy más képet ahhoz a képhez, amit mi emberileg látunk. Akik mindig készek és képesek arra, hogy az ember túllásson azon, hogy megint nem sikerül, hogy ő velem ilyen, hogy én hiába terveztem ezt meg, hogy elromlott, szétesett, stb. hogy valami nem úgy megy, ahogyan igazán jó szándékból szerettem volna. Azt gondolom, hogy fiataloknak, a köztünk lévő, hát a felnőtté válás útján haladó fiataloknak, ez egy nagyon-nagyon szép lehetőség, hogy mielőbb ezt a látást az Istentől kérjék, ezt a szemüveget. Hogy kérjék azt, hogy az életben növök fel, egyre inkább látom, hogy milyen a felnőttek világa, egyre többször látom, hogy ohoho, hát itt nem minden úgy van ám, hát itt nem minden őszinte, hát itt nem minden igaz. Hát ezek a felnőttek, ezek nagyra nőttek, de hát a bölcsesség nem velük együtt nőtt meg. És akkor a kamasz elkezdi kritizálni a környezetét, elkezd háborúzni a szüleivel, elkezd, és azt látja, hogy bizony ők is emberek, és igaza van részben. De hogy el ne keseredjen, hogy el ne csüggedjen, hogy ne azt érezze, hogy ez az út, amin akkor kell haladnom előre. A Jóisten mindannyiunknak felajánlja ezt a látást. Beszélhetünk arról is, hogy mi van 60 fölött? Hogy ott ugyanerre a szemüvegre van szükség? Beszélhetünk arról, hogy miért érzi úgy az ember, hogy hát nem igaz, hogy engem nem értenek meg. Nem igaz, hogy én már nem érek annyit. Nem igaz, hogy én már csak erre vagyok jó, persze. Nem igaz, hogy már megint vissza kell kérdeznem, mert nem értem, és milyen szégyen, hogy háromszor mondatok el valamit, hogy nem igaz, hogy... És mit mond a jó Isten? Mit mond? Ne felejtsük el Pál apostol, amikor ezeket a leveleit írja, nem kamasz már, nem tizenéves, nem huszonéves. Azt mondja, ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen, nagy, örök dicsőséget szereznékünk. Ezért nem csüggedünk el, ha a mi külső emberünk megromol is. Miről beszél? Romlik a szemem. Neki megyek ennek, neki megyek annak. Már nem tudom azt elvégezni úgy, ahogy szerettem volna. De mit mond az apostol? Ne ezzel foglalkozz, ne ezen keseredjél, hogy mit nem tudsz, ha a mi külső emberünk megromol is. A belső mindazáltal szépül a hit által, a hit szemüvege által, szépül a remény távcsöve által, mert a reménnyel nagyon messze látsz. Azzal nem csak ezt tudod olvasni a szemüveggel, hogy itt ez a helyzet. A remény az távcső. És a szeretetnek a mindent megédesítő illata által. Képzeld, van egy szemüveged, egy távcsöved, meg egy kellemes illat vesz körül, nem? Most, hogy így fejezzem ki, mert sokszor az életben, amikor benne vagyunk a bajban, akkor érzelmeket élünk meg. Itt is az, mert a csüggedés, ugye? Nem arról van szó, hogy te fel akarod adni az advent hitedet, nem arról van szó, hogy hát mégis inkább evolucionista legyek, és visszatérjek ahhoz, hogy a majomtól szárnunk. Eszed ágában nincs feladni a 28 hitelvet? Csak éppen azt érzed, hogy ennyi erőd nincsen ahhoz, hogy most jól érezzed magad. És mit mond az apostol? Azért nem csüggedünk. Azért nem csüggedünk, pedig mindannyiunknak lenne ennyi oka, ugye? Ennyi oka. De nem csüggedünk. Nem csüggedünk, mert igaz, hogy megromlik a mi külső emberünk. Emlékeztek erre a csodálatos igeszakaszra, a külső ember megromlásáról? Annyira szeretem, mert olyan szépségesen mutatja be az emberi életnek a mulékonyságát,
Prédikátor könyve végén. Szoktátok olvasni ezt az ige szakaszt, milyen szép? Mi felé haladunk mindannyian? Örvendezz a te ifjúságodban. Emlékezzél meg a te teremtődről ifjúságodnak idejében. Prédikátor könyve 12. fejezet 3. vers. Míg a veszedelemnek napjai el nem jönnek, míg el nem jönnek az esztendők, amelyekről azt mondod, nem szeretem ezeket. Egész életünkben attól féltünk, hogy eljönnek azok az esztendők, nem? A nem szeretem esztendők. És menthetetlenül robogunk mindannyian ezek felé, az évek felé. Nem szeretem ezeket. Amíg a nap meg nem sötétedik a világossággal, a holddal és a csillagokkal egybe, és sűrű felhők ismét visszatérnek az eső után. Milyen gyönyörű leírása ez az emberi szervezet, fizikum napról napra való gyengülésének. Hogy mennyire Istentől függünk. Az időben, mikor megremegnek a háznak őrizői, megrogynak az erős férfiak, megállanak az őrlő leányok, mert megkevesbedtek, és meghomályosodnak az ablakon kinézők, az ajtók kívül bezáratnak. Amikor is a malom zúgása halkabb lesz, és felkelnek a madárszóra, és halkabbakká lesznek minden éneklő leányok, minden halmocskától is félnek. Mindenféle ijedelmek vannak az úton, és a mandulafa megvirágzik, a sáska nehezen vonszolja magát. Kipattan a kapor, mert elmegy az ember az ő örökös házába, és az utcán körül járnak a sírók. Szerintem a világirodalom legszebb költészeti leírása arról, hogy mi az az elmúlás, ami törvényszerűen itt a földön, amiről így beszélt az idősödő pálapostól, Így beszélt, hogy a mi külső emberünk az ezen a világon ebbe az irányba halad. És itt kirakott egy nagy vesszőt, mert itt nincsen vége a mondatnak. De ugye milyen szép ez a leírás, a nap meg nem sötétedik a világossággal egyben, hogy az emberi érzékszervek, a malom zúgása halkabbá lesz. Mit mondtál, fiam, ugye? Hogy is van? Nem látom pontosan, mi az. Megfogyatkoznak, megkevesbednek az örlő leányok, ugye? Az ember gyakrabban jár fogorvoshoz. Ahogy a fizikai elmúlásnak a leírás, ez egy gyönyörű leírás, végigveszi az egész emberi testet, megrogynak, ugye, az erős férfiak. A járásom sem már olyan. Az érzékek, a mozgásszerv, minden halad ezen az úton. Megremegnek a háznak őrizői, meghomályosodnak az ablakon kinézők, az ajtók kívül bezáratnak. Mennék én, de már nem merek neki indulni ilyen útnak. Az ember érzi a korlátait. Mit jelent ez, hogy kívül záratnak be az ajtók? Már nincsen hatalmamban, hogy oda megyek, ahova akarok, ugye? Már nem csak úgy, tudod, régen úgy felpattantam, elindultam és mentem. Tudod, hogy hiányzik nekem az, hogy most már ez a mozgás szabadságom úgy nincsen meg. Már úgy érzem, nem én vagyok önmagam ura, hanem a testem, amiben élek, az korlátoz engem. Az visszavet engem. 7. vers gyönyörű. Az emberi léleknek ez a törékenysége a megidősödő testben. Minden halmocskától is félnek. Jaj, mi lesz, ha? Jaj, de biztos, hogy jó megnézted? Akkor most hát inkább nem, egyedül semmifél. Ismeritek ezt? Nem tudjuk, Jézus mikor jön el, előbb-utóbb mindannyian meg fogjuk ismerni. Most csak nézzük, és azt mondjuk, hogy hát sose gondoltam, hogy fogom ilyennek is látni. Ő az erős az anya, ő az erős az apa. Most nagymamaként, nagypapaként, hát nem hittem, hogy ő így mindentől meg tud ijedni. Kis feladatok, kis kihívások, és azt mondja, hogy én ezt már nem merek hozzákezdeni. Olyan gyönyörű ez a leírás. Olyan szépen ábrázolja, ahogyan Isten érti, látja és együtt érez a múló időben idősödő emberrel. A mandulafa megvirágzik, a sáska nehezen vonszolja magát. Mekkorát tudott ugorni valaha, nem? Nehezen vonszolja magát. Kipattan a kapor, elmegy az ember az örökös házába. És mit mond erre az apostol, aki erre készült? Ha visszalapozunk a korintusi levélhez, mit mond erre? A mi külső emberünk megromol. De nem kell, hogy ez együtt járjon azzal,
hogy ezek a tehetetlenségek, ezek a küzdelmek, ezek a kudarcok lelkileg is bátortalanná, félénké, bizonytalanná tegyék az embert. Hanem a mi belsőnk mindazáltal napról napra újul. Testvéreim, a remény távcsövével, a hit szemüvegével mi az elváltozásra készülünk. Mi arra készülünk, hogy Istenem, ugyan a korlátaimat egyre inkább érzem, de ne engedd, hogy ez engem rossz természetűvé tegyen. Adjál nekem erőt és alázatot ahhoz, hogy meg tudjam mutatni azt, hogy Isten gyermeke az idővel, mint a szép gyümölcs úgy érik meg. Úgy jön meg az íze, úgy jön meg a színe, úgy lesz ebben mosolya, mert ő nem úgy beszél a hitről, mint beszél egy 40 éves magamfajta, hogy hát tudjátok, ezt is megcsinálom, azt is meg, hanem ő úgy beszél a hitről, hogy majd amikor túl leszel már azon, hogy ezt se, azt se, amaz se csinálod meg, de bízol az Istenben, és az Isten adja neked a győzelmet. Ezért tisztelhetjük, és szerethetjük az időseinket. Milyen szép, amikor az apostol erről tanít. És ezen az alapon beszél arról, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Azonban szeretném, hogyha itt vennénk egy fordulatot. Mert az apostol bár ezt is beleérti abba, hogy mit jelent az, hogy a külső emberünk megromol, de hogyha mi igazán hűek akarunk maradni a fejezethez, és az írást az ige szerint akarjuk magyarázni, akkor ez kis kitérő volt. Miről beszél az apostol, amikor azt mondja, hogy a mi külső emberünk megromol, de nem csüggedünk? Pillantsunk csak vissza ide a negyedik fejezetbe. A hetedik verstől. Ez a kincsünk pedig, bocsánat, hatodik verstől. Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének, a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volt a Istené legyen, és nem magunktól való. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szorítatunk. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk. Tiportatunk, de el nem veszünk. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Mit jelentett az esetében a külső ember megromlása? Azt a csodálatos elhívást, amire az Isten mindannyiunkat elhívott. Ő nem azt akarja, hogy pusztán elteljen felettünk az idő, és a külső ember megromlása azt jelentse, hogy hittel válaszolunk arra a kihívásra, hogy mit jelent ebben a testben az elmúlást megtapasztalni. Az apostol, mint azt tudjuk, nem természetes halált halt, ugye? Az első idők keresztényei között a természetes halál az sokkal ritkább volt, mint manapság. Az apostol azt mondja, hogy külső emberünk megromol, mert mindenütt nyomorgattatunk, üldöztetünk, tiportatunk. Milyen csodálatos ez, nem? Miközben az ember kerülné a bajt, az apostol azt mondja, hogy a mi cserépedényünkbe az Isten beletette az igazság világosságát. Hogy vigyük el az embereknek a szeretet törvényét, vigyük el az embereknek a megigazulás örömhírét. Vigyük el az embereknek a végső szabadulás és helyreállítás reménységét. A testben élő ember és az egész világegyetem számára. És amikor ezt a szolgálatodat végzed, akkor ne lepődj meg azon, hogy felgyorsul a külső ember megromlása. Az apostolok idejében ez nagyon egyértelmű volt. Nagyon egyértelmű volt, hogy ha te egyszerre próbálsz meg az Úrnak szolgálni, meg sátorkészítő lenni, akkor egyrészt a sátorkészítésből nem lesz neked sok mindened, de arra elég lesz, hogy végezd az Úr szolgálatát. Nagyon nagy meghívás ez számunkra, hogy azon kívül, hogy milyen jó hitben elviselni az évek elmúlását, megtaláljuk azt a szolgálati helyünket, ahol akár útban leszünk az ördögnek. Megtalálni azt az életformát, ami zavarja az ellenséget. Megtalálni azt a szolgálatot az emberek között, ahol sokaknak szerzünk örömet, még akkor is,
hogyha eközben másoknak nem vagyunk kedvére. Nem a természetünk miatt, nem a rossz természetünk miatt, mert így én is nagyon könnyen vagyok másoknak nem kedvére, ha a rossz természetemről van szó, hanem a szolgálatod miatt, mert visszatükrözött Krisztust. Mert testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy Jézus élete is látható legyen a mi testünkben. Mert azt a világosságot viszed el, ami a rosszért jóval fizet, ami az ellenséget is szereti, ami plusz mérföldre megy a követelőzővel, és mindezt olyan módon teszed, mutatod be, hogy Jézus is bemutatta, és Jézus, amikor szeretett és szolgált, akkor őt szerették és szolgálták. Akkor Jézus egyre inkább útban volt. És amikor az apostolok vitték az evangéliumot, és nem azért, mert ők a Néró bűneiről beszéltek, vagy a Róma erkölcstelenségéről, az apostolok evangélium hirdetése Jézus központú volt. A megváltó, megfeszített, önfeláldozó szeretetéről. Ők a szépségük, az igazságuk, a jellemük miatt voltak útban az embereknek. És amikor így végezték a szolgálatot, akkor egyrészt rengeteg örömük volt. Mennyi örömöd van, amikor szolgálsz az embereknek, és az Isten megáldja? Azt mondod, hogy ennél nagyobb öröm nincsen, nem? Mikor embereknek örömet szerzel, mert lefordítod nekik az evangéliumot. Mikor embereknek örömet szerzel, mert olyan eledelt adsz a kezükbe, akár testileg, akár lelkileg, ami az ő szükségleteinek megfelelő. Amikor embereknek örömet szerzel, mert meglátogatod őket a börtönben. Amikor embereknek örömet szerzel, mert a kórházban. Amikor embereknek örömet szerzel, mert félre teszed a magad igényeit, vágyait, és azt mondod, hogy nem arra kaptam az életet, hogy 70 évig itt nagy lábon éljek, arra kaptam az életet, hogy hogy én is megpróbáljam azt, hogy mit jelent Krisztus követőjeként azokat a jó cselekedeteket elvégezni, amiket ő előre elkészített nekem. És mit fogsz ezért kapni cserébe? Kitüntetést? Elismerést? Presbiteri rangot? Esetleg a következő egyház választásokon esélyed lesz valami komoly pozícióra? Lehet, hogy az Úr ilyen feladatot is szán neked. Lehet. Ezek jó dolgok, ezek fontos dolgok. De a személyes hétköznapi életedben lehet, hogy lesz ellenségeskedés. Lehet, hogy lesz bántalmazás. Mindig legyünk nagyon érzékenyek erre, hogy vegyük észre azt, hogy sose a természetünkért bántsanak minket. Sose adjunk okot arra. Ne mártírok legyünk. Ne önmagunk mártírai legyünk. Hanem Krisztus mártírjai legyünk. És amikor ezt az utat járod, akkor ugyanerre az igére lesz szükséged. Ne a láthatókra nézz, hanem a láthatatlanokra. Kudarcok fognak érni, nem fog sikerülni. Esetleg elmarasztalás ér emiatt a világban. Mikor egyre inkább felteszel mindent egy lapra az Úrért való szolgálatra. És ez bármilyen hivatással és világi állással, ha kőműves vagy vízvezetékszerelő, könyvelő vagy gyorsfordító, teljesen mindegy. Mindegyiknél megtalálhatod, ahogy Pál sátorkészítőként is megtalálta a maga szolgálati helyét. Akkor ne ijedj meg attól, hogy ez a szolgálat sokszor nagyon elfáraszt. Sokszor nagyon kimerít. Mit mondott az apostol a fejezet első versében? Azért nem csüggedünk, hanem ahogy a kegyelmet vettük. Úgy járunk. Mit mondott a 16. versében? Azért nem csüggedünk, sőt, ha mi külső emberünk megromol is, nem azért, mert az évek eltelnek, hanem azért, mert útban vagyunk az ellenségnek. A belső mindazáltal napról napra megújul, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk. Mindenkinek javaslom olvasmányként mostanában, akár csak fejezetszerűen is az Apostolok története című könyvet Ellen White-tól. És ennek a könyvnek a befejezése különösen szép. A befejezésén mondjuk az utolsó 5-10 fejezetet értem. Ugyanis ezekben a fejezetekben az apostolok életének a végét örökíti meg White. És nagyon szép, amikor elolvasod János apostol életéről szóló fejezeteket. Olvassátok, nagyon szép. Ezek jellemrajzok. A jellemrajzok nagyon érdekesek, ugye? Az irodalomban, vagy a filmekben is ilyesmit nézel. A jellemrajz mindig egy folyamatában ábrázolja egy embernek a valahonnan valahova eljutását. Különösen akkor szép, hogyha győzelmekről, harcokról és győzelmekről szól. És amikor White feldolgozza legutoljára Jánost, hiszen az ő élete ugye a legkésőbb befejeződő életút, előtte Péter apostolt,
Majd Pál apostolt, ezek a fejezetek gyönyörű fejezetek. Ezeknek az atyafiaknak olyan szenvedéseken kellett keresztül mennie a hitükért, amiket mi ma nem ismerünk. De lehet, hogy meg kell még ismernünk. Lehet, hogy egyszer, ahogy az apostolok emlékeztek, hogy beszéltek a szenvedésekről, hogy megadatik nekik az a kegyelem, hogy úgy szenvedjenek, ahogy Jézus Krisztus szenvedett. Nekik a szenvedés nem egy elkerülendő veszedelem volt, hanem azt mondták, hogy hát, ha egyszer a lélek is bennünket alkalmassá tesz arra, hogy olyan helyzetbe kerülve, olyan hitről tegyünk bizonyságot. Néha az ember úgy érzi, hogy már nagyon erős, hogy hú, hát a hitér ide nekem az oroszlán, vagy a bitó, vagy a fordított kereszt, vagy bármi, ahogyan a nagy apostolok oda vesztek, nem? Aztán valaki a lábunkra lép, és 3 hétig panaszkodunk. Így van? Szóval amikor az ember ezen gondolkodik, akkor rájön arra, hogy nem is olyan egyszerű kérdés ez a Krisztusért szenvedni, hiszen ha még magamért szenvedek, azt is alig élem túl gyakran, nem? Annyira el tud csüggedni az ember, annyira bele tud habarodni a maga érzéseibe, érzelmeibe, zaklatottságába, hogy velem ez így megtörtént, pont most, hogy annyira, nem? Alig van szebb része a Bibliának, és az ehhez kapcsolódó vájtírásoknak is, amikor az életüknek a lezárulása előtti mozzanatokról, vagy apostoli levelekről, írásokról olvasunk. Alig van szebb része. Azt olvassuk Pál életének erről a szakaszáról. A fejezet címe az, hogy a halálra ítélt. Nagyon ijesztő ez a fejezet. Cím szerint. De irigyeljük azt, amit olvasunk benne. A reálváró szenvedés, a halál árnyéka eltűnik az apostol tekintete előtt. Elől. Lelke azokért aggódik, akiket magukra hagy, hogy küzdjenek az előítélet, a gyűlölet és az üldöztetés ellen. Nem bizonytalanul, nem félve, hanem újjongó reménnyel és boldog vágyakozással hatolt át az apostol tekintete a síron. Ott áll vértanúsága színhelyén, nem látja sem a hóhér bárgyát, sem a tikkat földet, amely csak hamar vérét beissza. Pillantása azon a nyári reggelen a mennybolt fényes, végtelen kékségét kutatja, és felhatol egészen az örökké való trónjáig. El tudjuk képzelni ezt a helyzetet? Ott ülsz egy váróterembe, várod az orvosi vizsgálatot, fájdalmas lesz, 20 percig fog tartani a beavatkozás, minden másodperc olyan, hogy ordítani lehetne a fájdalomtól. Arról van szó, hogy az életed meghosszabbodik néhány évvel. Itt pedig arról van szó, hogy hirdeted az evangéliumot, így az életed megrövidül néhány évvel. Nem egy orvosi beavatkozás lesz, nem szeretném lebecsülni, mert én is sokat szenvedek az ilyesmitől. Csak úgy az ember úgy a helyzeteket, hogy mennyire nem apostoli az életünk, nem? Kerüljük a fájdalmat. Ő pedig azt mondta, hogy az evangélium hirdetése törvényszerűen áldozattal és fájdalommal jár. Ez nem ugyanaz, mint amikor a magam hibái miatt kapok valahonnan, hanem arról szól, hogy minél jobban Krisztust mutatom be, az mégis fájdalmat és nem békét hoz az életembe. El tudjuk képzelni, hogy ez egy választható életút bármelyikünk számára? Természetesen ezt nem mi választjuk. Az Isten adhat ilyen feladatot bárkinek az életben. De az, amikor szemléljük az apostolok életét, ahogyan ők ilyenkor, ezzel a szemüveggel, ha a külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra megújul, az valami hatalmas bátorítás, és egy óriási, szépséges élmény látni azt, hogy mekkora dicsőség és mekkora öröm Krisztusért ezt a fajta életutat választani. Azt a fajta életutat választani, amikor azt olvassuk, hogy ott áll jobbján a hóhér, fenegeti a bárgyát, hogy ne sok munka legyen, hanem egy csapással elválasztja a testtől a fejet. Ott van az a tőke, amin majd mindez megtörténik. Ott áll az apostol, és nem azon retteg, hogy most mi fog történni, hanem azon gondolkodik például, hogy vajon a gyülekezeteket sikerült eléggé felkészítenem arra, hogyha már nem leszek mellettük, elég erősek legyenek. Nem szép ez? Hogy idáig eljut, és
Nem azon aggodalmaskodik, hogy majd milyen sírja lesz, vagy járnak-e oda, visznek-e oda a virágot, vagy szeretik-e, vagy értékelik-e őt, vagy... Az életben minden gondolatunk Krisztus nélkül önmagunkról szól. Ezért van szükségünk megtérésre egész életünk során. Egész életünk során. Ezelőtt a prédikáció előtt is megtérésre van szükségem, és ezután a prédikáció után is megtérésre van szükségem. Egész életünk során. És ott áll az apostol, és azon gondolkodik, hogy ez a szegény ember milyen csúnya munkát vállalt, szegény. Ki tudja, honnan jön, hogy csak ez jutott neki. Megpróbálok már valahogy úgy viselkedni, hogy lássa meg azt, hogy Krisztus őt is szereti, és hogy én a Krisztus gyermeke vagyok. Emlékeztek, amikor Pál a Filippi beliekhez írott levélében a börtön, római börtönből írja a testvéreknek, hogy bizonyságot tettem itt a börtönben is, ugye? Néhányan a császár házából valók közül is örömmel ismerték meg az evangéliumot, mondja el a maga lelkes szavaival, nem szó szerint idézem. És azt mondja, hogy akár milyen helyzetben vagyok, akár úton, akár kórházban, akár azon gondolkodom, hogy hogyan mutathatnám be Krisztust. Nem azon, hogy hogyan tegyem adventistává, mert ez önmagában nem ugyanaz. De ha megismerte Krisztust, biztos, hogy a Krisztusban való reménység előbb advent váróvá is fogja őt tenni. Tehát a cél az jó, az oda vezető út vagy a módszer az nem mindig kell, hogy annyira direkt legyen. Pál önmagában hordozza azt a bizonyosságot, hogy lelke értékes megváltója szemében. Miközben a hóhér bárgya sújt felé, és a halál árnyékai gyűlnek a mártír köré, felszáll utolsó gondolata, miként a nagy ébredés hajnalán ez lesz majd az első gondolata. Hogy találkozzék az életadóval, aki örömmel üdvözli atya áldottainak országában. Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr, ama napon az igaz bíró. Nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Irigyeljük Pált ezért az élményért? Irigyeljük? Igenis, meg nem is. Ugye ez a legpontosabb válasz. Annyira pontos, hogy nem is tudjuk, hogy ez milyen válasz, nem? Igenis, meg nem is. Irigyeljük ezért az élményért? Nem azt mondjuk, hogy azért egy rendes, aranyos, tényleg most már az egyháznak annyira jó kis idősek otthonai vannak, hogy azért ott majd szépen úgy minden reggel állítatozgatunk, majd elalszunk, ott a testvérek hozzák a vegánkosztot, vagy nem tudom én micsodát. Most csak úgy idealizálom, jó? Majd úgy szépen valahogyan. Cserélnénk az apostollal? Cserélnénk? Mondjuk azt, hogy talán magamtól nem merem azt mondani, hogy cserélnék. Én semmiképpen nem mondanám. Én azt hiszem, hogy elég gyáva ember vagyok ahhoz, hogy nem mondjam azt, hogy ide nekem az oroszlánt. Hol van az a hóér, hadd lássam. Na, csapjon, hát legalább nem, utána már nem fáj semmi, nem? Lehet, hogy az ember így gondolkodik, de én azt hiszem, hogy én erre nem vagyok készen még. Én még az elmúlt héten is túl sok dolgon sértődtem meg ahhozon, hogy azt mondjam, hogy én már ott tartok, mint a pár, rajtam a hit szemüvege, nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Én nem tartok itt. Látjuk azt, hogy Krisztus mégis hova akar minket elvezetni? Látjuk azt, hogy milyen erős és bátorrá tud minket tenni? Mert nem az a kérdés, hogy én mit gondolok magamról, hogy mire vagyok képes. De ez semmit nem számít. De hogy hisszük és tudjuk azt, hogy az Isten kegyelmében mennyi erő van, hogy minket elkészítsen erre? Napról napra megújuljon a mi belső emberünk, miközben a külső megromol. Elhisszük, hogy ez az Isten hatalma, és hogy ez a mi életünkben is. Nem tudjuk, milyen út vár ránk. Talán többségünkre nem ilyen út vár, nem is baj, a mártíromságot senki nem választja. Ez az Isten kegyelmi ajándéka. De hogy mégis az Istennek egy szép útja van mindannyiunk életében. Egy nem csüggedező útja van mindannyiunk életében. Mától, holnaptól is. Elhisszük ezt? Én kívánom, kedves testvéreim, hogy az apostoloknak ezek a szavai, ezek a példái valóban adják nekünk ezt a reménységet, ezt a hitet. Tudjunk így tekinteni az életre. A fiatalok is. Nektek még nagyobb részetek lesz. Jézus eljövetele munkálásában, mint ami már nekem vagy nekünk lesz. Rátok még szebb feladatok várnak, és szebb tapasztalatok Krisztussal.
Itt vannak a tizenéves fiaink és lányaink, akik lehet, hogy nem mind lesz prédikátor, lehet, hogy nem. De olyan erővel tudtok majd beszélni a Jóisten jóságáról és szeretetéről, ami embereket fog, bűnösöket fog megmenteni az ő megromlott életükből. Embereket fog mosolygóssá tenni, amikor visszanyeritek a szívüket Krisztusnak. És akkor azt fogod mondani, hogy sok mindenben kerestem én a boldogságot, bicikliben, barátságban, Xboxban, stb. De amikor egy ember, aki reménytelen volt, újra mosolyog, és remény van, amikor egy halott feltámad, annál szebb dolog nincsen. És amikor ezt az életet választjátok, mert ezt ti választhatjátok, mielőtt elmennétek egy kerülőre tékozolni, és elszúrnátok 10-20 évet, és a kapcsolataitokat, és a... ti választhatjátok ennél előbb Krisztust. És nektek adja azt az életet, ami az apostolok élete volt, ami a tanítványok élete volt. Azt az életet, ami megijed, de mégsem ragad bele a félelembe az ember. Azt az életet, ami bátor férfiakká és nőkké tesz benneteket. És ilyen társat ad nektek az Úr, férjet és feleséget, aki ugyanebben a hivatásban tud benneteket erősíteni, és készülni együtt, mint egy család Jézus eljövetelére. Ezek mind az Isten ígéretei. Ő mind azokat keresi, akiknek az életében ezt be tudja teljesíteni. Azokat az időseket, akik a csüggedésüket, a gondjaikat, a panaszukat és a sírálmaikat minden nap leteszik. Istenem, jövök, nézd már megint, milyen nyomorult panaszkodós vagyok, hát szégyellem magam, de hát jövök hozzád, mert azt mondtad, hogy megsegítesz, hogy győzzek. Így van, idős testvéreim, így van? Ne engedjétek, hogy elcsüggedezzetek. Ne adjátok át magatokat a rossz érzéseknek. Imádkozzatok a gyermekeitekért, akik annyira elfoglaltak, hogy már megint két napja rám se nyitották az ajtót, hát akkor ki szeret már engem? Igen, Jézus Krisztus szeret téged. Imádkozz az elfoglalt gyermekeidért. Aki bele van szorulva azokba a hétköznapi teendőkbe, feladatokba, biztos keresi ő is a megoldást, hogy Krisztussal legyen elég ideje, de nem mindig sikerül neki. Ne szemrehányó legyél vele, imádkozzál érte. Hordozd őt. Kérd, hogy hogyan tudná neki segíteni. Ezek a te gyermekeid, ez a 30-as, 40-es, 50-es korosztály, amelyik még a szülei felé is szeretne szolgálni, de már gyerekeket is kell közben nevelni. Van, akinek már unokát is. Ez a szendvics generáció, amelyiknek még fölötte is megvan az idősebb, meg már utána is megvan. Akin olyan extra terhelés van a mindennapi életben. Nem azért mondom, hogy sajnáljuk őket, az Úr fog nekik adni erőt ahhoz, hogy megharcolják, és legyen idejük az Úrra. De ha te idős vagy, akkor ne panaszkodj, hanem küzdj értük, nevelük, értük. Bátorítsd, erősítsd őket, mert a te tapasztalatodra, a te érett kereszténységedre szükségük van nekik. Az ő győzelmük közt te kell lesz. Ne panaszkodj. És kívánom ezeknek az aktív korú férfiaknak, nőknek, apáknak, anyáknak, feleségeknek és férjeknek, hogy szorosan fogják az Úr kezét. Szorosan fogják az Úr kezét. Mert a 6 napon át munkálkodjál, az természetes. De ismered azt is, hogy a 127. Zsoltár mit mond a 6 napi munkáról? Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök. Tapasztald meg azt, hogy az Úr olyankor is dolgozik. Építi a házat, amikor te otthon alszol. Mert nála jobb kőműves nincs. Őrzi a házat, amit te őrizni akarsz. Mert nála jobb biztonsági rendszer nincs. Ő fogja a te ügyedet teljessé tenni, és a te életedet győzedelmessé tenni, és boldoggá. Nem csodálatos, hogy minden korosztálynak Istene az Úr? A jó, hogyha legyen velünk, és áldja meg a szombatnapot is, ezzel a békével, ezzel az erővel, az ő kegyelméből. Amen. Imára hívlak.